50 évvel ezelőtt Matthiász János díj elnevezéssel emlékérmet alapította a Bács-Kiskun megyei tanács. A testület azon személyek munkáját kívánta elismerni, akik az agrártudományok gyakorlati hasznosítása, a tudomány és a gyakorlat kapcsolata folytán kiemelkedő eredményt érnek el, elsősorban és különösen a megye szőlő és gyümölcs kultúrájának fejlesztése, valamint a csemegeszőlő nagyüzemi termelésének elősegítése érdekében. Az emlékérmet kezdetben évenként, később két évente adták át. Első alkalommal dr. Mésző Gyula, a Zöldségtermesztési Kutatóintézet Kossuth díjas, nyugalmazott igazgatója vehette át a rangos elismerést. A későbbi évek kitüntetettjei között volt dr. Kisárpád, genetikus, növénynemesítő, a Tritikáli atya, Kvejzer István, a Kertészeti Egyetem Kecskeméti Kertészeti Főiskolai Kara szőlőtermesztési tanszékének vezetője, dr. Füri József kertészmérnök, szőlőnemesítő, illetve dr. Hajdú Edit kertészmérnök, mezőgazdasági növénygenetikus szakmérnök és Gyenes István virágkertész, dísznövénytermesztő, a Gyenes Kertészet tulajdonosa. Legutóbb, 2020-ban a város vezetése Szabó Attila, a NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet megbízott igazgatójának munkáját jutalmazta a díjjal.